Az Óbecsei Vadász Egyesület napjai már hagyományossá vált találkozó, amelyre idén is nagy számban érkeztek látogatók. A rendezvény célja, hogy bemutassa az Egyesület tevékenységét, történetét, szokásait és kultúráját, valamint hogy megőrizze a Vadász Egyesület értékeit. A legtöbben mégis a főzőverseny miatt érkeztek. A rendezvény során a szórakozás mellett új barátságok kötődnek, de mindennek célja a történelem, a hagyomány és főként a biológiai sokszínűség megőrzése, hiszen az ökológia napjainkban egyik legérzékenyebb terület. Ezek többnyire ennek a rendezvénynek a céljai. Az őszpörkölt főző versenyen idén 13 csapat vett részt, és amíg sokan ragaszkodtak a titkos összetevőkhöz, Darius Samir, a Sjuksi csapat főzőszakácsa az alaprecepthez hűen hagyományos fűszereket alkalmazott. Úgy döntöttünk, idén a tradicionális recept alapján főzünk. A korábbi években kísérletezgettünk, ami a zsűri körében is meglepő reakciókat váltott ki. Úgyhogy most a hagyományos só, bors, vöröshagyma, fehérbor, csak az erre a területre jellemző fűszerek kerülnek bele. Sok vendégünk van, köztük gyerekek is, úgyhogy nem főzzük csípősre. Elsősorban azért vagyunk itt, hogy szórakozzunk, emberek között legyünk. Alabud Péjovics óvoda gyerekei is részt vettek a rendezvényen, ahol a kreatív foglalkozások mellett sokat tanulhattak a vadászatról és annak jelentőségéről az ökoszisztéma fennmaradásában. Emellett megismerkedhettek a sólymászokkal és madaraikkal, akik szintén fontos elemei a vadászatnak. A legnagyobb érdeklődés Leót, a 2 éves szirti sast övezte. Azért vagyunk itt, hogy bemutassuk a sólymászatot, hogy az elkövetkező vadászszezon előtt közelebb hozzuk az emberekhez a sólyom vadászatot, hogy megmutassuk, milyen madarakat lehet erre a célra alkalmazni. Ma itt van velünk ez a rétisas és 2 haris sólyom. A sólymászat a vadászat egyik fajtája, ahol minden madarat vadászati célra alkalmazunk. Szóval a sólymászat ragadozó madarakkal való vadászat, ugyanúgy, mint ahogyan a vadászok fegyverrel lőnek vadakra. A rendezvény tiszteletbeli vendégeiként az Óbecsei Vörös Kereszt megünnepelte az elsősegély világnapját is. Ennek keretében bemutatták, milyen fontos az elsősegélynyújtás ismerete minden polgár számára. Lehetőségünk volt bemutatni, hogy hogyan kell reagálni az egyes helyzetekben, például ha egy félrenyelt falat miatt következik be fuldoklás, vagy mit kell tenni, ha a vadásztársaik közül valakit eszméletlen állapotban találnak, hogy milyen testhelyzetbe kell fordítani, és így tovább. Egyben meghívtuk őket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és legyenek a Vörös Kereszt volontőrei, azzal, hogy mi is segítségükre leszünk abban, hogy minél több vadász elsajátítsa az elsősegélynyújtás ismereteit. Ugyanígy létrehoztunk egy szorosabb együttműködést, amely keretében egy csapat vadászt kiképezünk arra, hogyan kell fellépni balesetek esetén, mivel ők a határterületeket mindenkinél jobban ismerik, így adott esetben bárkinek segítséget tudnak nyújtani. A legkisebbek körében a rendezvény legnagyobb érdekességei Gyorgye Prodanov póniai voltak, akik, mint minden helyi eseményen, most is fő attrakciónak számítottak. Ezek a testvérem póniai, nekem nagy tarkalovaim vannak, minden rendezvényen ott vagyunk, amelyet a községben vagy a környéken tartanak. A gyermekek szívesen játszanak velük, simogatják őket, lovagolnak rajtuk.